Szép napot kívánok, hölgyeim és uraim! Köszöntöm a képviselő testületet a idei évi utolsó testületi ülésünkön. Elnézést kérem, hogy késve kezdjük, de egy örömteli eseményen voltunk, hiszen a hulladék társulásunk 1,8 milliárdot nyert pályázaton eszközbeszerzésre, ami azt jelenti, hogy a jövő évtől, illetve 15 második felétől, és 10, vagy 16-tól mindenképpen új hulladékszállító gépjárművek fognak közlekedni Fonyód területén is, és mivel Fonyód meghatározó szereplője ennek a társulásnak, ezért a mai elnökségi ülésen el kellett kezdeni a közbeszerzést azért, hogy jövő év végére ezt be tudjuk fejezni, és ezért volt ma társulási elnökségi ülés, amelyben részt vettem. Megállapítom a 8 fővel határozott képes, illetve 9 fővel határozott képes a képviselőtestület. A napirendekkel kapcsolatban van-e valakinek kérdése? Észrevétel, hozzászólás. Amennyiben nincs, aki a kiküldött napirendekkel egyetér, az készfelelőséggel jelezze. Ellene tartózkodott megállapítani egy rangú. Első napirendi pontunk jelentés a lejárt határidei határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről, kintévőségekről és vállalt kötelezettségekről, megbízásokról. Szeretném felolvasni a jelenlegi pénzügyi helyzetünket, ezt most is kifejezetten örömmel teszem, hiszen az elmúlt években nem volt ilyen szerencsénk, hogy ilyen pénzügyi helyzettől tájékoztassuk a lakosságot. Folyószámla hiteleink, kötvényünk nincs, készfizető kezességvállalásunk 60 millió forint, egészségügyi Kft-nek, városüzemeltetési Kft-nek és konyha Kft-nek, kifizetetlen számláink 46 millió forint, ezek általában mind régi kifizetetlen számlák, jelenleg az önkormányzatnak kifizetetlen számlája nincs. Ez szinte majdnem mind 60 napon túli, illetve olyan 90 napon túliak vannak, amelyek még nem járt le határidejét. Tárgyévi hátralék 63 millió forint, előző évek hátraléka 131 millió forint. Helyi adókból 105 millió forint, ebből felszámolás alatt lévő 70 millió forint. Lakásépítő Kft. Hátraléka, illetve tagi kölcsöne 409 millió forint. Adószámlánkon jelenleg 5 millió forint van, költségvetési számlánkon 45 millió forint, és pályázati előlegünk 55 millió forint van jelenleg az önkormányzatnál. Van-e valakinek kérdése az első napirendi ponthoz? Észrevétel, hozzászólás. Amennyiben nincs, akkor én csak annyit szeretnék mondani, hogy szeretném megköszönni minden intézménynek, intézményvezetőnek, minden hivatali dolgozónak, hogy egy ilyen sikeres évet zárhattunk. Nyilván ebben bent van az előző 8 év munkája, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ilyen sikeres évet, azt gondolom, hogy az előző, a rendszerváltás után még időszakban sem zárt senki. Jelenlegi, tegnapi információ szerint ugye 80 millió forint van önkormányzaton számláján, és minden érvényes számlánk ki van fizetve erre az évre. Tehát 80 millió plusszal tudunk nekivágni a következő év tervezésének. Ilyen jól még soha nem állt az önkormányzatunk a 90-es évektől. Azt gondolom, hogy egy másfél milliárdos adósságot küzdöttünk le, 2,2 milliárdot fejlesztettünk az előző 4 évben,
és azt gondolom, hogy ezzel a lendülettel tudjuk a jövő évet tervezni, és nyilván a február 12-i ülésen fogjuk a jövő év tervezését tárgyalni, és azt gondolom, hogy tényleg szerencsések lehetünk, akik most itt ülünk, vagy egy ilyen ciklusnak tudunk nekiállni, egy ekkora könnyebbséggel és ekkora lehetőségekkel telni. Köszönöm, aki a határozati javaslatot elfogadja, készfelemeléssel jelezze. Ellene tartózkodott, megállapítom, hogy egyhangulat elfogadja a képviselőtestület a határozati javaslatot. Következő napirendi pontunk. Előterjesztés a Fonyódi Városfejlesztési és Városüzemeltetési kiemelten közhasznú non-profit Kft. 2015. évi feladatellátási, valamint költségtervéről. Tárgyalta a Városfejlesztési Bizottság. Igenis, a bizottság javasolja a testületnek elfogadni az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. A Pénzügyi Bizottság is javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Van-e valakinek kérdése? Észrevétel, hozzászólása? Én csak a Robitól rövid kérdés. Igen, parancsolj. Robi, csak két rövid kérdésem lenne. Láttam a Harkány üdülő, ugye 200 ezer forint, jól láttam? Hogy, csak annyit, hogy én nagyon régen jártam ott, hogy milyen állapotban van? Tűrhető. Szegényem. Én azt gondolom, hogy tűrhető. Ágyakat cseréltünk, ágynemit cseréltünk, villanyboilert cseréltünk. Tehát aki volt ott, én nem azt mondom, hogy luxus körülmények vannak ott, de talán 700 forintot kérünk, ha jól emlékszem, naponta. Tehát arra vagy ráköltünk több millió forintot, vagy ezt az állapotot tudjuk ebből a költségből tartani. Jó, köszönöm. A másik röviden a tér és díszkivilágításnál van ugye, ott, hogy ez az összeg milyen kivilágítást fedezett? Minek a kivilágítását tudtuk fedezni ebben? A díszkivilágítás és a dísztéren található és a Hunyadi utcában található 16 darab kandellábernek a villamos belső szerkezetét kell kicserélni, mert olyan állapotban vannak sajnos, hogy ezt mindenképpen. Tehát arra szerveztünk 300 ezer forintot és 500 ezer forintot még a karácsonyi díszkivilágítást. Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése? Észrevétele? Én azt gondolom, hogy ennek a költségvetésnek egyik jelentős része, hogy a következő évtől 50 millió forinttal tudunk hozzájárulni a közülteink a karbantartásához, kátyúzásához, fejlesztéséhez. Ez egy jelentős előrelépés lesz a következő évben, hiszen az eddigi időszakban általában 10 és 20 millió forint között tudtunk fordítani. Azonban a jelenlegi lehetőségeinkhez képest az 50 millió forint azért jelentős lesz, így egy több éves tervezett program alapján előbb-utóbb bejutunk talán a 90-es évek állapotára. Még van egy kérdés? Amennyiben nincs kérdés, aki a határozati javaslatot elfogadja, készfelemeléssel jelezze. Ellene tartózkodott, megállapítom, hogy egyhangú. Következő napi rendi pontok előterjesztés a Fonyód Konyha Non-Profit Közhasznú Kft. 2015. évi feladatellátási, valamint költségtervéről. Tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság. Igenis, a bizottság javasolja a testületnek elfogadni az előterjesztés szerinti határozati javaslatot. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. A Pénzügyi Bizottság javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását azzal, hogy a bizottság kéri az ügyvezetőt a külön mérőóra felszerelésére az óvodában, melyet a Visz Kft. Intéz. Gázra, villanyra? Felmerült az, Dita. Igen, jelezték itt a képviselő urat és a képviselőasszony, hogy nincs külön mérőóra, és hogy szereljük be, hogy konkrétan lássuk, hogy mi a konyhavízfogyasztás az óvodán belül. Miért van ennek jelentős része? Miért van ennek jelentősége? Most a Kertész Balázs József külső bizottsági tagja jelezte, hogy
A vízellátása szerint túl magas a vízköltség, és ezért gondolta azt, hogy a mérőre... Beszélem a kettőben. Csak azt mondtam, hogy a Kft. És az intézmények költségvetésében ez különülön, hát hogy jelenjen meg, ez volt az indok. Illetve máshol már külön. Máshol már külön, tehát a panorámában és a gimnáziumban külön mérik. Most lesz az óvodának, várhatóan az óvodának átépítése, illetve hőszigetelése és építkezése. Én most nem gondolom. Ráadásul ugye arról kellene beszélnünk, hogy marad-e az óvodakonya, nem marad az óvodakonya. Tehát én most ezt nem javasolnám, ezt a határozati javaslat módosítást elfogadni. Erről tárgyaljunk a következő évben még, jó? Ezt beszélünk róla, és akkor utána pedig. Jó, én ezt most egyelőre ebben a állapotban nem éves voltam. Annyit kiegészítésük, hogy én is ugyanak fogom, az akkor lenne értelme, a hivatalos mérőt, alapján mellékmérőként is hivatalos és hitelesített mérőt kapna, tehát dokumentációt kell hozzácsánni, a jelvi akkor tud külön számlázni, és ugye akkor tudja tovább számlázni az óvoda a Kft. Felé, hogy viszont a tényleg a várható felújítás, akkor annyit az már nem fog megérni. Én sem fogom. Köszönöm. Van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása? Jó, akkor fölteszem a pénzügyi bizottság javaslatát, aki egyetért azzal, hogy a bizottság kéri az ügyvezető külön mérőórát szeretnésen fel, ezt kézfelemeléssel jelezze. Egy, ellene. Tartózkodom. Megállapítom, hogy... Most hát hogy a gémen nem volt. Egy tartózkodással volt ellenével. Ezt a módosító indítványot nem fogadtuk el a bizottságnak, és aki a határozati javaslattal egyetért, az kézfelemeléssel jelezze. Ellene, tartózkodott, megállapítom, hogy egy hangú. Következő napi rendi pontunk, előterjesztés az egészségi non-profit Kft. Fonyolt folyószámlahitel felvételéről. Igazgató, van-e kiegészíteni való? Köszönöm. Van-e kérdés? Bocsánat, tárgyalta a jogi bizottság. És a jogi bizottság javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Tárgyalta a pénzügyi bizottság. Pénzügyi bizottság javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Van-e valakinek kérdése? Észrevétel a parancsot. A kérdésem lenne, hogy mi a költségvetésben szerepel, van-e annak akadálya, hogy a város rendezze az adósságát a Kft. Felé, hogy ebben esetleg megmenekülne a kártyát, hogy banki hitellel tegyen finanszírozva időnként a működését. Nincs akadálya, ezt a jövő évben szeretnénk is átvezetni, hiszen van egy 20 milliós tagi kölcsönünk, és gyakorlatilag már csak 9 millió forinttal vagyunk még adósa így a Kft.-nek, tehát ezt a jövő évben tervezzük rendezni, ezért is van betervezve. Jó, köszönöm. Jó. Valakinek még kérdése? Készrevétele? Bocsánat, a hitelre azért volt szükség az eddigi időszakban, mert nem volt ilyen mérlege az önkormányzatnak, hogy 80 millió forint volt év végén a számláján, tehát a működésünket meg kell finanszírozni. És ezt így tudtuk. Ez rendben is van ez a fel. Oké, rendben. Köszönöm szépen, aki határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Ellene, tartózkodott, megállapítom, hogy egy hangú. Következő napi rendi pontunk, előterjesztés a Fonyolt Kulturális Intézmények alapítók életének módosításáról. Tárgyalta a jogi bizottság. És a jogi bizottság javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Van-e kiegészítés? Nincs. Van-e kérdés? Észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. Ellene, tartózkodott, megállapítom, egy hangon. Következő napi rendi pontunk, előterjesztés Fonyolt Kulturális Intézmények szervezeti és működési szabályzatáról. Tárgyalta a jogi bizottság.
A jogi bizottság javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Tárgyalta a Humán Bizottság. És a Humán Bizottság is javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Van esetleg kiegészítés, kérdés, észrevétel, hozzászólás? Amennyiben nincs, a ti határozati javaslattal egyetért kézfelemeléssel jelezze. Ellene tartalmat megállapítani egyhangú. Következő napirendi pontunk előterjesztése az adórendelet módosításáról tárgyalta a jogi bizottság. És a jogi bizottság javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti rendeletmódosítás elfogadását azzal, hogy az 5. paragrafus 3. bekezdésében mentesül az építményadó fizetési kötelezettség alól tárgyi adóért időtartamra a Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület szaktevékenységét végző, a tárgyi adóév első napján tagnyilvántartásban szereplő tagja tulajdoni hányada arányában azon lakóház után, ahol lakóhelyen rendelkezik. Az adómentesség megállapítása tárgyi adóév január 31-ig az adóhatósághoz benyújtott kérelme alapján történik a Fonyód Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke és parancsnoka által kiadott igazolás becsatolásával. Köszönöm, tárgyalta a pénzügyi bizottság. És a pénzügyi bizottság javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti rendeletmódosítás elfogadását. A jogi bizottság módosítását lefordítva magyarra, az a tűzoltó vonuló rajt tagja, aki tulajdonnal rendelkezik, adómentességet kap az építménye alól, annyival pontosította, illetve kiegészítette a jogi bizottság, hogy a tűzoltó egyesület elnöke és parancsnoka által kiadott igazolás, illetve kérelem alapján tudjuk ezt figyelembe venni. Illetve az, hogy január 31-et. Be kell csatolni a január 31-et. Mind a kérelmet, mind pedig az igazolást, mert eddig nem volt úgymond ilyen határidőhöz kötve. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? Aki a módosítással egyetért, jogi bizottság módosításával, az kézfelemeléssel jelezze. Ellene tartózkodott megállapítani egyhangú. Aki a adórendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze. Ellene tartózkodott megállapítani egyhangú. Következő napirendi pontunk előterjesztés a közterület használat és a helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének szabályairól szóló 21/2004. Évi rendelet módosításáról tárgyalta a jogi bizottság. A jogi bizottság javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását. Tárgyalt a Városfejlesztési Bizottság. A Városfejlesztési Bizottság is ugyanígy döntött az a jogi bizottság. Tárgyalt a pénzügyi bizottság. Javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze, ellene tartózkodott, megállapított egyhangú. Következő napi rendi pontunk előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletének, valamint elidegenítésének helyi szabályról szóló 9/2006. Évi rendelet módosításáról tárgyalta a jogi bizottság. És a jogi bizottság javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását azzal, hogy a 16. paragrafus 1-es bekezdésben szociális bérlakásra az jogosult, ahol a háztartásra jutó bruttó jövedelem nem éri el a mindenkori bruttó szakmai minimálbér háromszorosát, és az együttköltözők vagyona a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott mértéken nem haladja meg. Tárgyalta a Humán Bizottság. A Humán Bizottság javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti rendeletmódosítás elfogadását azzal, hogy a 16-os paragrafus 1-es bekezdése az alábbiak szerint szóljon. Szociális bérlakás az jogosult, ahol a háztartásra jutó bruttó jövedelem nem éri el a mindenkori bruttó szakmai minimálbér háromszorosát, és az együttköltözők vagyona a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvényben meghatározott mértéken nem haladja meg. Tehát mégis ugyanúgy fogadtuk el, ahogy a jogi bizottság is.
Köszönöm. Tárgyalta a pénzügyi bizottság. És a pénzügyi bizottság is javasolja az előterjesztés szerinti rendeletmódosítás elfogadását ugyanazzal a tartalommal, hogy a szakmai minimum minimálbér háromszorosa kerüljön be. Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki egyetért a rendelet módosításával, kézfelemeléssel jelezze, eleme, tartózkodott, megállapítom, hogy egyhangú. Következő napi rendi pontunk előterjesztés a települési hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 4/2014 éves kormányzati rendelet módosításáról. Tárgyalta a jogi bizottság. A jogi bizottság javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását. Tárgyalta a humán bizottság. És a humán bizottság is javasolja az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását. Tárgyalta a pénzügyi bizottság. Javasolja az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze, eleme, tartózkodott, megállapítom, hogy egyhangú. Következő napi rendi pontok előterjesztés a kötelező kéményseprőipari tevékenység helyi szabályairól szóló 7/2004 évi önkormányzati rendelet módosításáról. Tárgyalta a jogi bizottság. És a jogi bizottság javasolja a rendelet módosítás elfogadását. Tárgyalta a humán bizottság. Szintén javasolja az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását. Tárgyalta a pénzügyi bizottság. Javasolja az előterjesztés szerinti rendelet módosítás elfogadását. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze, ellene, tartózkodott, megállapítom, hogy egyhangú. Következő napi rendi pontunk előterjesztés a helyi autóbusszal végzett személyszállítással kapcsolatos közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadásáról. Tárgyalta a jogi bizottság. És a jogi bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását. Tárgyalta a városfejlesztési bizottság. A városfejlesztési bizottság is a határozati javaslat elfogadását javasolta. Van-e valakinek kérdése, észrevétel, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a szerződés módosítással egyetért, kézfelemeléssel jelezze, ellene, tartózkodott, megállapítom, hogy egyhangú. Következő napi rendi pontunk előterjesztés a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosításáról. Tárgyalta a jogi bizottság. És a jogi bizottság javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti rendelet elfogadását. Tárgyalta a pénzügyi bizottság. A pénzügyi bizottság is javasolja az előterjesztés szerinti rendelet elfogadását. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a rendelet módosításával egyetért, kézfelemeléssel jelezze, ellene, tartózkodott, megállapítom, hogy egyhangú. Következő napi rendi pontunk. Előterjesztés Fonyód Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési koncepciójáról. Tárgyalta a jogi bizottság. És a jogi bizottság javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat elfogadását. Tárgyalta a Városfejlesztési Bizottság. A Városfejlesztési Bizottság is ugyanúgy döntött, ezt javasolja elfogadni. Tárgyalta a Humán Bizottság. A Humán Bizottság is javasolta az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Aki a költségvetési koncepciót elfogadja, kézfelemeléssel jelezze, ellene, tartózkodott, megállapítom, hogy egyhangú. Következő napi rendi pontunk előterjesztés ingatlanok térítésmentes vagyonkezelésébe történő felajánlásáról. Tárgyalta Városfejlesztési Bizottság. Igen, és a bizottság javasolja a testületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. A Pénzügyi Bizottság is javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze, ellene, tartózkodott, megállapítom, hogy egyhangú. Következő napi rendi pontunk előterjeszt behajthatatlan követelések kivezetése.
tárgyalta a jogi bizottság. És a jogi bizottság javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Tárgyalta a pénzügyi bizottság. Javasolja az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, aki a határozati javaslattal egyetért, készfelemeléssel jelezze. Ellene tartózkodott. Megállapítom, hogy egy hangú. Következő napirendi pontunk, javaslat Fonyód Város Önkormányzat képviselőtestületének 2015 évi munkatervéhez. Tárgyalta a jogi bizottság. A jogi bizottság javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását azzal a kiegészítéssel, hogy 2015 januári hónap, mivel akkor nem lesz, akkor a februári hónap képviselőtestületi ülésre vegyék fel a tulajdonosi jogok gyakorlása önkormányzati gazdasági társaságok vonatkozásában előterjesztés tárgyalását. 2015 március hónapban a képviselőtestületi ülésre vegyék fel a talajterhelési díjról szóló rendelet módosításának a tárgyalását. Ez arról szólna, hogy a talajterhelési díjnak a rendeletnek a módosításával próbáljuk meg ösztönözni a lakosságot arra, hogy rákössenek a szennyvízhálózatra, illetve akinek nem tud rákötni a szennyvízhálózatra, azt azért ne legyen büntetve azért, mert nem tud, mert akar se tud rákötni, és ezért kellene a rendeletet módosítani. Valamint szintén a márciusi hónapban a képviselőtestületi ülésre vegyék fel a Perzókom Nonprofit Kft.-nek a 2014 évi tájékoztatását. Ez a Kft. Végzi ugye a hulladékszállítást a városban. Valamint azt javasoljuk, hogy 2015 decemberi hónap munkatervében törlésre kerüljön a tájékoztató a 2015 évi idegenforgalmi szezonban végzett tevékenységről az előterjesztés. Tárgyalta a Városfejlesztési Bizottság. Igenis, két javaslata volt. A bizottság javasolja, hogy 2015. január hónapban tartson megbeszélést a bizottság a Vigadó tér üzletsorainak tulajdonosaival, ez egyik javaslata. A másik pedig 2015. április 20-án 15 órakor a Bélatelepi strand bejáratánál a Városfejlesztési Bizottság, a VÜSZ ügyvezetőjével közösen tartson a bejárást a Bélatelepi strandon, ami azt jelenti, hogy az ott levő évek óta kihasználatlan volt öltöző épületnek az esetleges hasznosítására jobban képbe legyen a bizottság is javaslatot tudjon esetleg. Köszönöm, tárgyalta a Humán Bizottság. A Humán Bizottság javasolja a határozati javaslat elfogadását egy kiegészítéssel, mégpedig azzal, hogy a 2015. februári hónap képviselőtestületi ülésre vegyék fel a hivatali helységen kívül és a hivatali munkaidőn kívüli történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló rendelet tárgyalását. Tárgyalta a pénzügyi bizottság. Javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását azzal, hogy 2015. március hónapban a pénzügyi bizottság ülésére vegyék fel a helyi adókról szóló rendeletet, és azon belül az építményadó kerüljön megtárgyalásra. Április hónapban vegyék fel a helyi adókról szóló rendeletet, és azon belül a telekadó kerüljön megtárgyalásra. Május hónapban a pénzügyi bizottság ülésére vegyék fel a helyi adókról szóló rendeletet, és azon belül az idegenforgalmi és a helyi iparűzési adó kerüljön megtárgyalásra. Szeptember hónap képviselőtestületi ülésére vegyék fel a tájékoztatás a 2016 évi városi kulturális programokról előterjesztés tárgyalását. Szeptember hónapban a képviselőtestületi ülésre vegyék fel tájékoztatás a Fonyódi Turisztikai Egyesület 2016. évi marketingtervének költségvetésének és éves feladattervének véleményezéséről szóló előterjesztés megtárgyalását. Október hónapban vegyék fel a helyi adókról szóló rendeletet tárgyalásra. Köszönöm. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése? Nem is kérdés, a jogi bizottság felvetésével kapcsolatban egy pontosítás. A kiosztott anyagban a januári bizottságülésre javasoljuk az ügyvédnővel, illetve a cégvezetőkkel történt egyeztetés alapján
a gazdasági társaságokkal való működés megtárgyalását bizottsági ülésen, és akkor a fejlesztési bizottság tervezésen pedig a munkaterv szerint januárban szintén tart egy ülést a Vigadótéri tulajdonos társakkal. Hogy ennyi a pontosítás. Köszönöm. Jó, köszönöm. Van-e még valakinek kérdése először? Észrevétel, hozzászólás? Nekem még egy javaslatom lenne a munkaterv módosításához. A tegnapi napon egy megbeszélést folytattam a Fonyodváros rendőrkapitányával és a Fonyódi Polgárőrök vezetőivel, ahol a polgárőrök idejében végzett munkája volt a téma, illetve az ő helyzetük, városon belül végzett tevékenységük. Kapitány úr arról tájékoztatott, hogy nagyon sok dologban segítik a rendőrség munkáját, illetve igazgató úr, Makkos igazgató úr is megköszönte, amikor több iskolai eseményen is részt vettek. Piacon járőröznek, több közterületi akcióban is részt vesznek a polgárőrök. Azt kérte kapitány úr, hiszen minden évben februárban számol be a rendőrkapitányság előző éves munkájáról, eredményeiről, hogy a polgárőrséget is hívjuk meg erre a beszámolóra, és ők is a testületet tudják informálni az előző évben végzett tevékenységükről. Én azt kérem, hogy ezt is vegyük fel a rendőrkapitány beszámolója mellé a februári testületi ülésre, hogy a polgárőrség is be tudjon számolni, el tudja nekünk mondani, mégis hol segítették a rendőrség munkáját, hol végeztek Fonyodvárosban. Jó, köszönjük. Márciusra. Javasolja Jenci úr. Jó. Van-e valakinek még észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor én egyben megszavaztattam ezt az összes módosítást, hogy ne kelljen külön-külön mindegyikre. Aki ezekkel a módosításokkal együtt ért, kézfelemeléssel jelentse, ellene tartózkodott, megállapítva, hogy egyhangú. És aki ezekkel a módosításokkal együtt elfogadja a munkatervet, az kézfelemeléssel jelentse, ellene tartózkodott, megállapítva, hogy egyhangulat elfogadta a képviselő testület a határozati javaslatot. És akkor zárt ülés és interpellációk előtt meg lehetett tapasztalom, hogy van egy napi rendi pontunk. Átadnám alpolgármester úrnak a szót. Köszönöm szépen. 18-as napi rendi pontban a pénzügyi bizottság ülésén merült fel egy olyan ötlet, amely végig is a bizottság tagjai közt támogatásra állt. A 2010-2014-es önkormányzati ciklusban elért eredmények és munka alapján Hidrég József polgármestert 3 havi illetményének megfelelő jutalommal honorálja gyakorlatilag az önkormányzat képviselőtestülete, ezzel is elismerve az előző választási ciklusban végzett munkáját, mind az önkormányzatban, mind az önkormányzathoz szorosan kapcsolódó társulásokban. Kérem a pénzügyi bizottság elnökét, hogy ismertesse ezt a javaslatot. A pénzügyi bizottság Fonyodváros önkormányzatának képviselőtestülete pénzügyi bizottsága javasolja a képviselőtestületnek, hogy Hidrég József polgármester 2010-2014-es választási ciklusban elért eredményei és munkája elismeréseként 3 havi bruttó illetményének megfelelő összegű külön juttatást, jutalmat állapítson meg. A pénzügyi bizottság ezt egyhangulag támogatta, azzal az indoklással, hogy a polgármester úr a kötelező feladatain túl számos olyan feladatot ellátott, ami a városnak igencsak sok mindent hozott, és erre hivatkozva egyhangú támogatással elfogadta a pénzügyi bizottságot. Köszönöm szépen. A napi rendhez nem tudom, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor szavazásra teszem fel a határozati javaslatot, tehát 3 havi bruttó illetményének megfelelő összegű külön juttatást állapítsunk a polgármester úrnak. Aki támogatja, az kézfelemeléssel jelzi. Ellene? Tartózkodott? Viszont megállapítom, amikor a pénzügyi bizottság határozati javaslatát elfogadta a képviselőtestület. Visszaadom a szót polgármester úrnak. Köszönöm szépen.
nem tudtam erről a napirendről, de azt gondolom, hogy az előző 8 évben nem fogadtam volna el. Most viszont azt gondolom, hogy olyan pénzügyi helyzetbe került 8 év munkája, eredményes munkája alapján a képviselőtestület, hogy örülök, hogy eszébe jutott a pénzügyi bizottságnak, hogy egy kemény munkát végeztünk az előző 2 ciklusban, és köszönöm tisztelettel és elfogadom. És akkor interpellációk és kérdések. Valami. Szerint polgármester, aztán mindannyian kaptunk képviselők a Balatoni Agrár Zrt-től a Belünk útra egyrevelet ezzel a gúrköhet takarítási szerződéssel kapcsolatban. Azt kérdezném, hogy ez hogy rendeződött. Mert ahogy ha így van, hogy az elnök elérje, akkor kicsit fura ez a történet. Hozzá kell tenni, hogy a le is írja, hogy a Ponyódi lakos előzőleg is sokat segített az önkormányzatnak. Nem is az kifogás, hogy arra jól értem a levelet, hogy nem ők kapták, nem ők kapták. Volt erre célberuházást adottak végre, hanem hogy milyen körülmények között. A levélre annyit tudok reagálni, hogy azt gondolom, hogy szabályszerűen járt el a Városüzemeltetési Kft. Teljesen jogszerűen jártak el. Az más kérdés, hogy ennek a későbbiekben esetleges bontási metodikáját lehet, hogy változtatni kell, de a jelenlegi jogszabálynak megfelelően járt el. Bekért 2 árajánlatot, a 2 árajánlat közül elfogadta az olcsóbbik ajánlatot. Egyébként azt gondolom, hogy ennek örülnünk kellene, hiszen egy fonyoli vállalkozó nyerte el ezt a munkát. Mondjuk lehet, hogy Fonyódi illetőségű a ZRT-nek a tulajdonosa, de maga a ZRT az nem Fonyódi. Minden mellett félreértés ne essék, tehát azt gondolom, hogy örülünk annak, hogy a ZRT Fonyód területén is végez tevékenységet, azonban a 2 nem hozható össze, és mindenképpen jó dolog az, hogy Fonyódiak olyan felkészült vállalkozók, akik ezt a feladatot el tudják végezni, és olcsóbban, mint más cégek, hiszen annó idején, amikor polgármester lettem, akkor az Árve Zöld Fog végezte olyan szerződéssel ezt a munkát, hogy 7,5 millió forintot kifizettünk, akkor is, ha egy deka hó nem esett le. Aztán ezt később ugye megpályáztattuk, és jelentősen. A legdurvább hóesésben is 3,5 millió forintot fizettünk ki hóeltakarításra. Aztán még tovább pályáztattuk, még tovább versenyeztettük a jelentkezőket. Ekkor nyerte el az Agrár Zrt. Azzal, hogy nem kért felkészülési díjat. Most viszont a Fonyódi vállalkozó ment alá a Zrt-nek, nem kér felkészülési díjat, nem kér kiszállási díjat, plusz bizonyos esetekben olcsóbb ajánlatot adott. Ez 2 árajánlat bekérése, a Városüzemeltetés igazgatójának jogában áll eldönteni, hogy az olcsóbbik variációt válassza. Amennyiben a drágábbat, akkor nyilván én megkérdeztem volna, de mivel az olcsóbbik variációt választotta, én azt gondolom, hogy jól döntött az igazgató. És örülök neki, hogy Fonyódi vállalkozó végzi a hótolást. Ez azt jelenti, hogy mondjuk negyed órával vagy fél órával korábban elkezdik a hótolást Fonyódon. Köszönöm. Más valakinek kérdése? Parancsoljon. Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy a weboldalon régebben szerepelt egy webkamera kép, ami ugye a főteret mutatta. Ez már több hónapja nem működik, vagy illetve nem elérhető a webkamera képe. De ez hova tűnt, vagy hova rakták, vagy miért nem látott? Az egyik leglátogatottabb oldala volt a régi honlapnak. Nagyon sokan integettek a külföldön tartózkodó rokonaiknak, illetve a tér is most már egyre szebb, úgyhogy szívesen mutogatnánk szerintem. Nem található meg a képe.
A webkamera tulajdonjoga az igazából számomra nem tisztázott, de dolgozunk azon, hogy újra internet kapcsolattal lássuk el azt a kamerát, és így fel tudjuk tenni a honlapra. A lehetőség adott, tehát hogyha teljesül az internet kapcsolat, a kamera és a szerver között, akkor a weboldal képes arra, hogy megjelenik a kép. Addig az időképféle kamera linkje található meg, ami ugye a kilátóban van, és a Balatoni panorámát mutatja, vagy hát a szép látóból látható panorámát mutatja. Hozzáteszem, az is elég látogatott. Nagyon látogatott. Ezt kertész képviselő úr kezelte még annak idején, aztán ugye átkelt az Énethez, és most valószínűleg nincs internet kapcsolat. Hát az lehet a gond, igen. A kamera maga az ott van. Az ott van, igen. Hát én úgy tudom, hogy annak idején együttműködött a Touch Info-val. Ahhoz kapcsolódóan kapott internetet. A Touch Info-val van internet, ott a harang alatt. Hát lehet, hogy az én nem kikötötte. Ezt utána kéne, akkor nézzük. Akkor még egy, hogy olvastam, hogy a Balatonfenyves ellen az 5 fok pert nyert, hulladékszállítás hozzájárulás kifizetésére kötelezte a községet 8, majdnem 9 millió forint értékben, úgy Fonyód is perbe áll az 5 fokkal. Fonyód nem állt perbe az 5 fokkal, ez egy próbaper volt, de mivel az 5 fok állami tulajdonba került, valószínűleg nem is fogunk perben állni, hiszen törekszünk egy egyességre az állam és a Perzunkom, illetve Perzunkom társulásnak a önkormányzatai között. Ez egy próbaper volt. Hát így jár, aki a társulás elnöke, ők vele csinálják a próbapert. Ezt egyébként tapasztalja az ember máshol. Kérdés? Észrevétel? Parancsolj. Nem, de három téma. Az egyik lenne, amit már választ is adtál rá a Balaton Agrár ZRT-be. Azért azt a részt egy kicsit én is kihangsúlyoznám, hozzátéve, hogy meg Robi van, nekem maximálisan a bizalmam van, de tényleg valami belső szabályra formák mindenképpen legyen, még már csak azért is, hogy az így elkerüljük azt, hogy esetleg olyan reklamációs levelek szülessenek, amit megszületett, és ezt ki tudjuk ezzel kerülni. A más, lenne a következő, ugye az elmúlt testületén előkerült a Sándor telepi strand beruházással kapcsolatban. Foglalkoztunk vele, nekem lenne egy olyan javaslatom, és azt egyeztettem is a Lehel képviselőtársammal, hogy tanácsnokként többek között ugye feladatta a város beruházásaival kapcsolatban figyelemmel kísérése, segítése, egy ilyen feladatkör, hogyha ő a Sándor telepi strandot, akkor nem utakodna mindenki, vagy többen egymás után, vagy előtt, vagy együtt, hogy akkor ő ezt figyelemmel kísérné. Egybe ugye akkor neki azt könnyebben meg lehetne oldani, hogy akár egy építési területre beléphessen, kivel tartja a kapcsolatot, hogy nekünk viszont a testületi üléseket beszámolna, hogy ő hogy látja, hogy működik az egész beruházás, a kivitelezési munka. Ez lenne az én javaslatom. A Laci azt mondta, hogy ezt szívesen is vállalja. Én azt kérném, hogy a testület is támogassa ezt a javaslatot. A harmadik lenne a honlappal kapcsolatban. Két dolog, az lehet, hogy csak technikai. Van olyan a letölthető, például én találtam a dokumentumok között a közérdekű adatoknál előterjesztések, minden második betű hiányzik. Mondjuk én ki tudtam silabizálni, mert mi olvassuk ezt, úgyhogy lassan úgy értük ezt a nyelvet. Ezt kérném, hogy ezért ugye álljon össze, mert ez formailag jó, mert akkor legalább el lehet olvasni. A másik, amit én hiányolok, ez már előkerült egy-kétszer, csak igazán megnyitató választ nem kaptam. A 2014 előtti adatok, ez kérdés, hogy fel lesznek erre, akkor természetesen nyilvános. Ugyanígy a város dolgaival kapcsolatos korábbi testületülések, jegyzőkönyvek, minden egyéb, ami a régi honlapon fenn volt, és lehetett is olvasni.
én örülnék. Nem csak, meg tényleg ez jelzés is volt, akik úgy azért olvasgatják ezeket, hogy ezt hiányom. Köszönjük. Az e-mailt tartalma az elérhető folyamatosan most is az old.folyamat.hu cím alatt, ezt az új honlapon jelezzük, ezek lehet, hogy nem könnyen megtalálható, úgyhogy akkor ezt mindenképpen hangsúlyosabban fogjuk tenni. A betűhiányok azok az ékezetes előterjesztés nevek, ami nem megjeleníthető, itt azt tudjuk esetleg csinálni, hogy ékezet nélküli. Hát még jobb, mert neveket írunk ki, és az, de hogyha valaki megnyitja az előterjesztéseket, akkor rögtön ott van a címben, hogy, hogy hát, hogy miről van szó, de értem szóval nem kell bőlteni. Hát van olyan link, amik viszont teljesen normálisan olvasható, és ott van H betű is, U betű is, tehát ezt szerintem kicsit jobban le kéne figyelni, vagy nem tudom, lehet biztos megvannak ennek a... Az ékezetes, tehát a hosszú é. É ilyen betűkkel van általában, és az A betűvel van, az a rövid ékezeteket azokat meg tudja jelenteni. De vagy ott a ülési jegyzőkönyveknél nincs ez a gond. Az előterjesztés. A címeiben ott van. De ugyanaz a lapon, mert talán PDF-ben vannak fent. Megnézzük, hogy mi lehet a gondolom. Jó, mert ők megjelezték, hogy nem tudják, hogy mire kattítsanak. Az a lényeg, hogy orvosoljátok ezt a problémát. Jó? Oké. Azt gondolom, hogy a vízigazgató, a városüzemeltetés igazgatójának a tisztessége ez nem fél kétség, ezt szeretném hangsúlyozni. És minden 100 000 forint feletti árajánlat bekérést eddig is eldöntötték. Ezután is eldöntik, annyi, hogy eddig nem kapott nyilvánosságot, nem is kért senki ezért nyilvánosságot, hogy bontási idők legyenek meghatározva, hiszen minden 100 000 forint fölötti árajánlat bekérés nem lehet mindig nyilvánosan meghirdetni. Én azt gondolom, hogy nem kellett volna árat emelni. Lehet tanácsnok úrral egyeztettünk, és örömmel veszem, hogy segít ebbe a munkába, és fogjuk ezt a gyakorlatot folytatni. Jó, honlapot pedig akkor kérem, hogy ezt javítsátok. Jó, van-e még valakinek kérdése? Én úgy emlékszem, hogy a második mondatom, mikor beszéltem, az volt, hogy igen, a maximálisan megbízom, amikor nincsen nekem sem. Köszönöm. Van-e még valakinek kérdése? Észrevétele. Akkor egy nagyon örök... Jön az ügyév, készül az új költségvetés. Ezzel kapcsolatban Alsó-Béla-telepre is gondolni kellene. Tulajdonképpen 4 plusz 1 pontban lehet összefoglalni a gondjainkat. 1. Nádas. Itt sajnos az önkormányzat keze meg van kötve, de kérdezném, hogy polgármester úr a közgyűlésünkön beszélgetett dr. Pomlyi Piroskával, a vízügyi igazgatóság nádügyi referensével, nem pontosan ez a hivatalos megnevezése, de úgy érzem, hogy ez ül. Kérdezem, mit sikerült megbeszélni vele? Úgy tudjuk, hogy a nád karbantartását azt meg lehet csinálni, csak nem lehet a nádba belemenni. De fel kell hívnom a figyelmet, hogy a Huszka utcai strand 85%-ban be van nőve nádassal. 2 év után a Huszka utcai strand megszűnik. Én nem oda járok, hozzáteszem, az enyém a Bátori strand. Zaj. Évek óta könyörgünk, hogy az önkormányzat alkossa meg a helyi zajrendeletet. Miért nem tudják megcsinálni? Elindult, aztán hambába holt. Itt kétféle zajról lehet szó, elsősorban a fűnyírásról, ahol elsősorban a benzinmotoros gépeket kell valahogy rendbe rakni. Nem Balaton, hogy is hívják?
túlsó parton van egy olyan, ahol mindenféle fűnyírást betiltottak. Ezt nem tudjuk. Ezt nem tudjuk. De valahogy rendbe kéne tenni, és be kéne tenni a helyi zajrendelet. Voltam, hogy kísérni ki a gazból jött elő. Diszkózaj. Nem kell más, csak betartani az előírt rendeleteket. Itt Kis Zoltán képviselő úrnak nagyon nehéz helyzete lesz, ugyanis nem lesz. Édesen lehetséges. Kis úr megesküdött arra, hogy a fennálló törvényeket és rendeleteket betartja és betartatja. Elsőjének. Két eset lehetséges. Vagy betartja, csökken a bevétel. Vagy nem tartja be, és annak megvannak a maga következményei. Szabad erre mindjárt szólni? Nem. Nem. Itt javaslom, hogy a, hogy hívják be, a zajrendeletbe be kellene venni az előzetes normakontrollt. Nem tiltja semmi rendelkezés. Minden további nélkül meg lehet csinálni. Korábban elhangzott az is, hogy 100 méteren belül, ha nincs lakóház, akkor nem lehet foglalkozni a zaj kérdéssel. Beszéltem zajügyi szakértővel, ő csak mosolygott ezzel, hogy ezt honnét szedtük. Ilyen nincs. Utak. Sajnos az utak karbantartása az valahogy nem szerepel igazán a város szívecsüskén, hogy úgy mondjam. Igaz, elhangzott, hogy most a 27 millióval szemben 50 milliót fognak rákölteni. Remélem, hogy Alsó Béla telepen is lesz útkarbantartás. Mert nem tudom elfogadni polgármester úrnak az ilyenkor szokásos kis és csipkedő megjegyzését, hogy az valójában, a kártyuk valójában fekvőrendőrök, negatív fekvőrendőrök. Én azt kérdezem, ha valaki idegen bejön a telepre, hogyan jön be? Általában kocsival. Ha a kocsiját így rázza az út, akkor azt mondja, hogy ez egy borzalom, én ide nem jövök. Viszont ahol szépen, egyenesen hengerelt aszfaltút van, oda szívesen jönnek. Ami probléma még, hogy van jó egy pár helyen, lámpa hiánya, hogy hívják okon, az oszlopokon. Van például a Magyar Bálint utcának a Fenyves felőli részén, a Kossuth tértől nézve, ott csodálatosan, és szinte azt mondom, hogy szükségtelenül sűrűn vannak a lámpák. Ugyanakkor a Veselényi utcának a Fogyott felőli végénél, szépség hibája ennek a hozzászólásnak az, hogy én is ott vagyok érdekelve, és ezt el kell mondanom. Ott a, valami három vagy négy oszlopra egyszerűen hiányzik, és az oszlop távolság majdnem kétszerese a Magyar Bálint utca Fenyves felüli végére. Ezeket a lámpatesteket pótolni kellene. És a plusz egy. Ez pénzben nem kerül. De valahogy egy kicsit több törődést szeretnénk. Itt van ez a Bátori strandnál lévő vasúti átjáró. Ahol az egyik nyaraló társunk el tudta érni azt, hogy a MÁV kijöjjön és rendbe rakja azt az átkelőt, mert az úgy nagyon szűk volt, és úgy tudom, hogy ott pillanatnyilag egy terve van véve az, hogy ott egy lámpajelzés is lesz. De elnézést, ezt miért dr. Staló Helgának kellett kitaposni? Ezt miért nem tudta az önkormányzat annak idején kitaposni? Sőt, megkockáztatom, hogyha a kerékpár szövetségekkel együttműködött volna az önkormányzat,
akkor oda még egy karos sorompót is el lehetett volna érni. Sokszor úgy érezzük, hogy elmondunk mindent, koptatjuk a szánkat, nagyon udvariasan mindig meghallgatnak, aztán alig történik valami. Egy kicsit többet szeretnénk, ha foglalkoznának velünk, és ha visszagondolok egy jó pár évre visszamenőleg, milyen fejlesztést kapott Alsó-Béla terep? Megmondom. Kettő, azaz kettő darab faszobrot. Az egyik az ott van a kispipai autóbusz megállóban, köszöni szépen, jól van. A másik egy kopjafa a Kossuth téren, ami sajnos onnan eltűnt. Hogy valakinek a kazányában kötötte ki, nem lehet tudni. De itt az előbb elmondott problémákkal kapcsolatban egy-kettőt fel kellene venni a költségvetésbe. Ami az utakat illeti, szokott lenni egy olyan vélemény, hogy Bezzeg, Fonyodliget sokkal rosszabb helyzetben van, ott sokkal több tennivaló van. Elismerem. Így igaz. De ha felvesznek mondjuk úgy, hogy három utcát megjavítanak Fonyodligeten, akkor a negyediket Alsó-Béla telepre lehetne hozni. Csak azért, hogy az arány meglegyen a két utcahiány között. Polgármester úrnak gratulálok a jutalomhoz, és kívánok a testületnek boldog és békés karácsonyi ünnepeket, és nagyon kellemes, boldog új évet. Köszönöm szépen! Köszönöm én is. A hátulról kezdeném. A fejlesztésekre kértünk már többször javaslatot, hogy mit szeretnének Béla-telepen, ezt kérem továbbra is, hogy be tudjuk tenni a következő ütemtervbe a javaslatokat, illetve hogy milyen fejlesztést szeretnének. Máv átjárót, ez sajnos ezt azt kell, hogy mondjam, hogy 10 éve, nem, talán 14 éve próbáljuk elcserélni a Máv lakások alatti ingatlant a 9. vágányra, ez nem sikerül. Mi nagyon szépen köszönjük, ha bárki protekció kapcsolat révén ilyenekbe tud segíteni, és egyébként, ha tetszik látni, akkor a MÁV megszélesítette az átjárót, mi meg azonnal leraktuk térkővel. Mert annak van értelme. Tehát amit tudunk, higgy el, hogy mi megteszünk, egyszerűen a MÁV-val, tehát én hiába kopogtattam volna oda be, párosába rúgtak volna ki, mint polgármester. Higgy el nekem. Szóba se állt volna velem az utolsó írnak se. Közvilágítás. Szintén ami jelezve van, rendszeresen írok alá olyan kérelmeket a közvilág ZRT-hez, hogy ezt a lámpát helyezzék át oda, ide. Tehát amire van, amire kapunk megkeresést, az 15 napon belül Peti intézi, Kovács Péter kollégám intézi, írásban megkapjuk a kérést, megvizsgálják két héten belül, és 30 napon belül áthelyezi a közvilág ZRT. Tehát ez egy olyan másfél-két hónapos procedúra, és ahol indokoltak, látják, oda áthelyezi. Ezt kérjük írásba, ezeket a bejegyzéseket is mennek. Utak továbbra is azt tudom mondani, hogy a következő évtől az utak karbantartását előre helyezzük, és az 50 millió forint azt gondolom, hogy elég lesz arra, hogy ne legyen ennyi negatív fekvőrendőr. A zajrendeletet továbbra sem kívánunk alkotni, hiszen törvény szabályozza, ezáltal a mi zajrendeletünk alacsonyabb rendű rendelet lenne, mint egy törvény. Azt gondolom, hogy ezzel sem jegyző, semmi nem kívánunk foglalkozni. A nádas szintén az a téma, hogy ami több éve téma testületi ülésen, és most elindítottunk a nyár elején egy nád nem vágási, hanem karbantartási engedélyeztetést. Ennek része a Huszka strand. Sajnos a mai napig nem kaptuk meg, pedig folyamatosan megyünk, illetve most már két szakhatóság hozzájárult, a harmadik pedig még mindig nem adott rá választ.
Sajnos a 20-as strandnál azért az fönnállnak a veszélye, hogy a kettes minősítésű nádat nem fogják engedni kiszedni, de mi azon vagyunk, hogy azt is engedik kiszedni, hiszen ez egy strand. Valóban az elmúlt 20 év alatt ez benőtte a strandnak, hát ha nem is 80, de egy jelentős részét. Mihelyt megkapjuk az engedélyt, a következő évi költségvetési tervünkbe bent lesz egy 40 millió forintos becsült kotrás, amiben ezt szeretnénk megszüntetni. Tehát a következő évi költségvetésünkben ezt betervezzük, mihelyt kapunk rá engedélyt, akkor meg fogjuk tenni. Tehát, és ha ezt a három engedélyt megkapjuk, akkor utána nyilván ezt tovább fogjuk vinni, és igyekszünk a nádast kordába tartani, illetve azokat a nádasokat pedig kiirtani, amelyekre megkapjuk az engedélyt, és az önkormányzat strandjain, illetve olyan területein van, ahol nem esztétikus és nem elfogadható. Azt gondolom, hogy mindenre megválaszoltam. Zajrendeletet továbbra sem szeretnénk. Be kell tartatni a zajrendeletet. Ez törvényben szabályozva van. Jó, van-e még valakinek kérdés? Észrevétel. Amennyiben nincs, akkor köszönöm meg tisztelő figyelmüket. Tessék, zavarásért. Tiszteltást tőlem. Pici dolgok akarok szólni. Az egyik az, hogy többször már szó volt erről, tudom az önök felsőre, vannak szabályok. A város érdekében nem egyszer látom az ember a kutyát sétáltatnak az agyenda utcában. Ha már legyen fáradtság, az a polgár, kutyatolni, és kutyabarát vagyok én, de hogy az ember beállapos abban a vacak ürülékben, nem tapsolt neki. Nem tudom, miért nem lehet oda eljutni. Próbálják érvényszerezni neki. Tehát ez nem elég, hogy erről szólunk, hanem ez tényleg valósul meg. Nézzük meg, hogy menjünk azért az Adenda utcán, hány helyen látjuk kutya ürüléket. Az egyik dolog. A másik az lenne, hogy az előttem való úr felszólalt. Nézzék meg, kérdezték a Fürdő utcán legyen. Tényleg úgy, ahogy mondta ez az úr. Olyan gödrök vannak, tehát mondjuk a tértől egészen a, hogy mondjam, nem minden jó hosszú szakaszon, olyan gödrök vannak, hogy ott nem igaz. Minősítik ám a város, ugye az úr mondta. Minősítik. Én a ritka járok, ott van egy barátom, Horváth Istvánnak hívják, rokkant ember, és nem lehet egyszerűen elmenni közúton. Hát az tengerköri állapot. No, az útra vonatkozom még én is. A Béga utca, igen, a Béga utca, keleti része, a keleti része van a Gipsz Kft., az a vonal, egészen kifelé, a Bodle irányában, azt én lehetem be sokszor becsónakázni. Te fizetem a súlyadót, ugye, és akkor az ember ezt tapasztalja, hogy melyik kerékpárral. Nem csak én járok, nem a környezőn megyek, hanem ott már nincsen járda, hanem az úton megyek. Életveszély, az ember ellenség, az meg fog fűrődni a pocsolyába. Lehet, hogy elkötte figyelmet, amit kívántam jelezni erre vonatkozóan. A másik az, hogy nem tudom, hogy volt-e közmeghallgatás. Ha igen, ha volt, akkor mi, vagy ha nem volt, akkor mikor lesz? Ezt szeretném még megkérni, és köszönöm szépen. Kívánom a testemény tagjának kellemes kárcsi ünnepeket, boldog új évet, jó egészséget. Köszönöm a figyelmet. Köszönjük szépen. Kezdeném a közmeghallgatás. Az idei évtől az önkormányzatnak nem kell költségvetési koncepciót tárgyalnia, ezért maradt el a mostani közmeghallgatás, jövő évben lesz közmeghallgatás. Utak. Az utakra annyit szeretnék mondani, a Fürdő utca eleje, ott jelenleg is 50 tonnás autók járnak, ugye a strand építése következtében ezért is ment tönkre az az útszakasz. A mihelyt a beruházás befejeződik, ki lesz javítva. A Béke utca ben volt egy pályázati, Béke utca keleti részeben volt egy pályázati pályázatunkban, annak a felújítása, azonban lehúzták, a műszaki tartalom csökkenés történt, ezért nem tudtuk megtenni. A következő évben
felállítunk egy prioritási sorrendet, és ennek megfelelően fogjuk az utakat javítani. A kutyák, sajnos az emberek fejében nem tudunk rendet rakni. Én azt javaslom, tessék nyugodtan szólni minden egyes kutyatulajdonosnak, aki úgy sétáltatja a kutyáit. Erre nem tudunk sem rendeletet, sem törvényt hozni, az emberek fejében kell rendet rakni, rá kell szólni. Úgy, ahogy Németországban rászólnak az emberre, ha eldobja a szemetet, ugyanúgy nekünk is rá kell szólni a kutya tulajdonosokra, hogyha ilyet látunk. Ebbe sajnos a testület nem tud olyan rendeletet, illetve olyan döntést hozni, amiben segítsük ezt a fajta szemléletet. Ezt mondom, ez egy fejbe kellene rendet rakni. Van-e valakinek még kérdése, észrevétele? Amennyiben nincs, akkor a holnapi napon várunk mindenkit a városi karácsonyi koncertünkön, és mindenkinek áldott, békés karácsonyi ünnepeket kívánok, és egy sikeres új esztendőt. Zárt üléssel folytatjuk, egy rövid szünet után a testetődéseket.